100 éve kezdődött, az elmúlt évtizedekben pedig erősödött az ökumenikus kapcsolat a keresztény felekezetek között. Ma már nem kérdés az összefogás. Hiszen egy bő századdal ezelőtt, a 19. század legvégén jöttek rá arra a keresztény egyházak, hogy a misszió eredménytelen, ha megosztott. És ez így volt Afrikában, Ázsiában, és innen a gyakorlat felől kezdődött valami az egység irányában, aminek a 20. század nagy világégései biztos, hogy löketet adtak, hogy egymással szembe kell nézni, bizonyos történelmi feszültségeket ki kell beszélni, meg kell oldani. Szombathelyen is példamutató az együttműködés. Az ökumenikus párbeszéd egyik formája a minden év januárjában megrendezett imahét. Az elmúlt évtizedekben ezek az alkalmak is hozzájárultak ahhoz, hogy a felekezetek egyre jobban megismerjék egymást. Minden évben ez az imahét, azt gondolom, hogy örömteli ünnep. Látni egymás hitét, imádságát, szeretetét, énekét, nyitott szívét. Egyre inkább így érzik a résztvevők, hogy legalább egy hétre átélhetjük azt, hogy az egyházunk minden szétszakítottság ellenére a mélyben egy, ugyanaz a keresztség, ugyanaz a Krisztus köt össze minket. Csütörtök este a református templomban 3 ige hirdetést hallgathattak meg a jelenlévők. Az emberek annyi gonddal, problémával küzdenek, ezt lelkészként is látom, keresik a kapaszkodót, az igazi kapaszkodót, és az az élő Isten. És nekünk össze kell fognunk, hogy ezt bátran és örömmel meghirdessük. Tehát szükségünk van egymásra. Én hiszek ebben a jövőben, hogy a jövő az ökumenéje ilyen értelemben, igaz értelemben. Az imahét vasárnap zárul. Szombathelyen a református templomban gyűlnek össze ismét a keresztények este 6 órától.